Köszöntöm a nézőket, illetve a szurkolókat. Sajnos a mai mérkőzésen hazai pályán szenvedtünk vereséget a gyermeki csapatától. Sem első, sem második fél időben nem tudtuk azt a játékot nyújtani, ami sorsan már elvárható, illetve megszokott a csapatunk. Nagyon indiszkonáltak voltunk, nem tudtunk második fél időben sem megújulni, és így sajnos azt kell, hogy mondjuk, hogy a gyermek megérdemelten vitte el Ácsol a három pontot. Múlt héten legalább sajnos akkor is vereséget szenvedtünk idegenbe Ászáron, de ott legalább megvolt a harcosság, az igyekezet, ami a mai mérkőzésen hiányzott. A múlt héten 1-0-ra maradtunk alul Ászár csapatától, ez még így elfogadható is lett volna, a mai teljesítmény viszont nagyon nehéz, illetve nem is lehet megmagyarázni, ez kritikán aluli volt. A utánpótlás csapatainkról annyit kell mondani, hogy az utóbbi elmúlt két hétben, amikor utoljára hírt adtunk itt az Ácsi Kinizsi házatájáról, hogy a legnagyobb kihívást az jelentette, hogy egyáltalán létszámban meglegyenek a társaságok, mert annyi betegség, illetve egyéb probléma sújtotta ezeket a társaságokat. U14 edző került karanténba. Itt ezeket a dolgokat megoldani, hogy a gyerekek edzését, illetve a mérkőzések leszervezését meg tudjuk oldani, halasztásokat tudjunk kérni. Ez okozta az elmúlt időszakban leginkább a problémát, illetve ez volt a kihívás, hogy ezek mind maradéktalanul megtörténjenek.